játékosunk van, ezeket beépíteni, összeszoktatni, stb. Stb. Ez a felkészülés ideál kellett, hogy megtörténjen, de hát még az első fordulókat, első néhány fordulót nyilván erre szánják az edzők. Megkezdődött a játék, amelynek a következők a kezdő ötösei, miközben Jones tette tovább a labdát, és már is egy hiban állunk, amelyet Joseph követett el. Ugye öt új légiósa van az SKC csapatának, az említett Jones és Joseph, aztán a többiekkel is foglalkozunk. A vendégeknél Gumps, Scott, Drenovac, Gáspár és Tóth, a kezdőtös, még a hazai csapatnál Joseph Molnár, ugye ő visszatérő játékosunk, Barnett, Jones és Valerio Vodon. Egy ragyogó szerelés után támadhat a soproni csapat, egyik csapat sem tudott az első támadásából pontot szerezni. Joseph Valerio Vodon kapta a labdát, ő viszont a vonalra lépett. Ezt mutatja Praks Péter, aki mellett Frányó Péter és Farkas Gábor a három játékvezető, és nagyon csinos új szerelésben, új felsőben vannak a sípmesterek. Ez is újdonság a mostani bajnokságban. Scott a labdával. Tóth, Drenovac, Gams, és lepattanót begyűjti Barnett, aki a felkészülési mérkőzéseken nekem a legjobban tetszett, mármint az ő játéka, nagyon határozott, sok lepattanót szed, és nagyon jó keze is van, reméljük ez bizonyítja a mai találkozón is. És megvan az első kosár, Jasin Joseph szerezte, és 1-2-0-ra vezet a hazai csapat. Mi bízunk benne, hogy az első mérkőzését egy jó indulással pozitívan zárja az SKC csapata. Tóth fordulna le Molnár Marciról. Farkas Gábor fújta be a szabálytalanságot. Azon ment itt a vita, illetve nem is volt nagyon vita, hanem a kérdés, hogy büntető jár érte vagy nem. Nem jár természetesen büntető. Oldalról jöhet Scott révén a vendégcsapat. Scott egyébként az első számú irányító a csapatnál. Amerikai játékos, három amerikai és egy szerb légiósa van a vendégeknek. Valerio Vodon szerelt szépen, aztán visszapattan a labda a vendégekhez. És Tóth Ádám az első pontszerző a vendégeknél. Molnár, Valerio Vodon, ő éppen Debrecenből érkezett hozzánk, nagyon szépen fordul be, de ő a fiatal játékos most a pályán, de nem jó a dobás. És jöhet a vendégcsapat, Gams teszi tovább, Scott. De számíthatunk arra, hogy Scottnál lesz a legtöbbet a labda, nagyon szeret egyénileg is alkotni, még mindig nála a labda, és könnyedén szereljük, majd mi kapjuk a labdát, és Scott kapja a személyhibát. Kostas azt mondta, hogy a lelkesedéssel, a hajtással nem lesz probléma a játékosoknak, hát össze kell őket szoktatni, és ha már Kostaszt említettem, a mai mérkőzésen Bors Miklós dirigálja a csapatot, Kostasz pedig távolabbról figyel, ugyanis akik emlékeznek rá, az utolsó hazai mérkőzésen az Albafehérvár ellen kiállították Kostasz Frevalakiszt, és ez most lépett érvénybe, ez az egymérkőzéses eltiltása, tehát Bors Miki a felelősség. Jones, őtől sokat várunk ebben a bajnokságban. Barnett, távoli dobás lejön, a labda pedig Gáspár Mátyásé, ő a fiatal játékos az ellenfélnél. A régiek közül Poják, Venomác és Tóth Ádám maradt meg. Gams próbál betörni, jól állította meg Joseph. Oldalról jöhet a vendégcsapat Scott révén. Gams. Scott távolról vállalkozik, a lepattanó labda pedig
a hazai csapaté esélyesen volt a vendégeknek, hogy labdát szerezzenek. Jones vállalja a dobást, és pontosan dolgok. Ő Szolnokon játszott már Magyarországon, nem is akárhogyan, vezéregyenisége volt, egyik vezéregyenisége, akkor a Szolnoknak reméljük, hogy nálunk is betölti majd ezt a vezérszerepet. Kimaradó helyzet vendégoldalon támadhatunk 4-2-es vezetésnél. Jones ismét ő vállalja el, és ismét csak pontos. Kiváló. Zenovác. Nagyon jó kezű játékos, azonban ez a dobás most rövid. Molnár Marci ütött el, Tóth elől a labdát. No nézzük, bepörgeti a labdát, nem, de leszedi, másodszor ismétel, ezúttal Tóthé lesz. Joseph kétszer is próbálkozhatott, sajnos nem lett eredménye. Vendégeknél nem csak nagyon sok új játékos van, hanem a vezető edző, David Dedek is új, és segítője Darko Ivanovics is új a debreceni csapatnál. Tóth eredményes közben, és ezzel zárkózik a vendégcsapat, 6-4 az eredmény. Eltelt az első negyed fele. Barnett tette tovább a labdát. Jones. Tóth, ugye a Molnártól kap egy elzárást, Jones labdája lepattant, de Tóth meg, Molnár megszerzi, bocsánatot, Tóthot mondom. És Marci első kosara, 8-4 az SKC javára. Elnézést, néha tévedek, nekem is bele kell melegednem a dolgokba, hogy automatikusan jöjjenek a játékosok hazai és vendég oldalon is. Drenovács, nagyszerű labda, Tóthnak nem tudta már visszafogni a lendületét. Valerio Bodon, és ő követte el a szabálytalanságot, amelynek következtében dobhat majd. Dobás? Nem dobás. Szerencsére nincs dobás. Lement Tóth, és lement Gáspár. Helyett érkezett 9-essel Balázsi, ő most a fiatal játékos, és éppen a labdát tartó, egyes számmal játszó Taylor. Scott tovább teszi Taylornak, elég nehezen szedte fel a labdát, sőt, nem is tudta. Taylor, ugye ahogy Tóth, az ötös poszton bevethető játékos. Joseph elcsúszik, de a labdát szerencsére meg tudta tartani. Molnár, dobni kellene, beleér egy vendégjátékos. Én úgy láttam, hogy de ezek szerint nem. Csere van nálunk is. Molnár Marci kap megérdemelt pihenőt, és érkezett 11-essel Juven Durán. Szintén ötös poszt. Drenovác, lepattanó labda. Joseph. Jones megszerzi a labdát. Gumps. Nyolc hat ezzel az eredmény. Ügyesen után passzolt tovább. Durham. És a végén egy szép zsákolás. Ügyes labdamentés és zsákolás. Scott. Nagyon sokat játszik össze Drenovácsal. Egy veszélyes páros. Gamsz távoli dobása jön le. Jones a lepattanó.
ügyesen hozza ki a bajból, nagyszerű indítás, és újabb kosár, Barnett, Jordan Barnett, ez az, nagyszerű. Amikor lehet a felkészülési mérkőzéseken is sokat gyakorolták és játszották ezt a fiúk, amikor sikerült lepattanót szereznünk, azonnal volt induló ember, és ha lehetett, ment is a labda. Scott. Szabálytalan zárás. És jöhet a Soptoni csapat, és vendég időkérés. Akkor, amikor 2 perc, 10 másodperc van vissza, az első negyedből is 12-6-ra vezet a Sopron KC csapata, a Debrecen csapata ellen. 6 éves korában kerültek Magyarországra. Honvéd Paks Debrecen, 2001-es születésű, elsősorban a 3-as poszt betöltésére alkalmas, 207 centis játékos, de folytatódik a játék, Jonesnál a labda. Doran. Na nézzük, mire megy. Kiemeli a labdát, és sajnos kifele pattan a labda. A lepattanót Balázsi szerezte meg. Drenovács. Nagyon könnyen tudott betörni, de pontatlan a dobás. Kimaradt Taylor dobása is, a labda viszont ott marad. Nem. Megszereztük. Bravo. Jones. Elvállal egy távoli dobást, kipattanó labda, megszerzi Durham, viszont kisodorják a kezéből. Kisodorják a kezéből, Praks Péter viszont mutatja, hogy a Debrecen jönne. Sportszerű, érkezett Frányó Péter, és mondta, hogy Debrecen játékos kezéről ment ki. Tehát az alapvonalról jöhet a csapat, közben cseréltünk, fiatalok a pályán, Csendes Péter kettessel, és itt van Sitko Marci is. Valamint ötössel Tavarius Shane, aki utolsóként érkezett. Ugye Ajala volt az, aki jött hozzánk, bedobóként, átvétként, aztán ő vele nem hosszabbított a csapat, közös megegyezéssel szerződést bontottak. Nagyon jó felépítésű játékos, Sén több országban is játszott, fizikálisan erős, és a mai kosárlabdában ez nagyon-nagyon sokat számít. Éppen nála a labda. Elvállalja a dobás, és nagyon pontosan dobunk, nagyon jól mutatkozott be. Na nézzük. Scott. Gáspár ismét a pályán. Mócsán Bálint, aki körmendről érkezett. Válogatott játékos. Oha. Jones labdájába bele tudott, átadásába bele tudott ütni. Gáspár Mátyás, de róla megy is ki a labda. Újabb csere. Jones kap egy kis pihenőt, és Supola Zoltán a pályán. Tehát sűrűn rotál, Bors Miklós pihenteti a játékosokat, kell is. Gyors játékot játszik a csapat. Könnyen lehet fáradni a cserével kapcsolatban. Mondanak valamit, hogy mikor jöhet be, mikor nem. Na, tisztázták a dolgokat, úgyhogy folytatódott a játék. Csendes Péter kezében a labda. Shane. Supala. Csendes. Shane. Durham zárt el. Csendes. Dobnia kellett, és ez egy gyenge dobás. Letelt a támadóidő. Gams. Taylor.
a labdavezetés nem az ő műfaja. Mócsán dobnia kell, rövid a dobás, a lepattanót pedig megszerezte Sukola, de közben letelt az első negyed ideje, 14-6, nem volt sok kosár, több kimaradó dobás is volt, illetve jó védekezés. A második negyedben, tehát 8 pontos hazai előny, 14-6 az eredmény. Gabs Drenovác. Tóth. Visszateszi Drenovácnak. Gams. Hát igen szigorú volt. Praks Péter, de hát el kell, hogy fogadjuk az ítéletét. Éppen, hogy csak érintkezett a két játékos. Tovább is tudott menni Gams. Mócsán egyből dob. Lepattanó labda, Supié a labda. A lepattanó. Már is áthozza az ellenfél térfelére. Sén kihasználva fizikai erejét próbál betörni, de elhagyja a labdát, de megszerzi, vissza tudja tenni. Joseph ügyesen tör be, és közben foltolnak. Na nézzük, Laks Péter, figyeljük, a kosár jó, bravo! Már-már elveszett labda volt, de a fiúk összeszedték magukat, meg a labdát, ez a lényeg, hogy főleg a labdát. Shane és Joseph munkája után Yashin Joseph volt eredményes, és jött a plusz dobás is a személyhiba után, a falt után. Becsorog a labda. 5 pontos ezzel Joseph. Mócsán. Ügyesen vitt a végig a labdát. Durrám ugyan szerelte, de már előtte volt egy szabálytalanság. Méghozzá Sitku Márton szabálytalankodott, első hibája. Nálunk Molnárnak, Supolának, Sitkunak és Valerio Bodonnak van személyhibája. Rövid a dobás, Mócsán Bálint dobása. 192 centis, 90 kiló, kettes poszton játszó játékos, Mócsán a Bálint. 17-7, 10 pont a különbség. Joseph. Shane. Sét Kovalci egy tripla, gyönyörű, kiváló. Scott. Tóth. Supola üldözi Mócsánt, be tud menni a palánk alá, Drenovács ki, és nem tudja birtokolni a labdát. Nagyon szép szerelés. Joseph, és megint falttal együtt megoldja. Nagyon jó. Csak dicséri tudom a fiúkat, itt a második negyed elején nagyon megnyomták. A szurkolók egyből veszik a lapot, és zúg az SKC. Hát zúghat akkor is, amikor nem dobunk kosarat, szó se róla. Szép számmal vagyunk, azt nem mondom, hogy csurig van a csarnok, de kevés szék van a üresen. A pluszdobás is jó, 23-7. Scott. Supola Zoli volt szabálytalan. A második hibája, a csapatunknak pedig a harmadik. Kostas a szokott helyen, ugye volt ő már eltiltott. Bors Mikivel szemben itt ezen az oldalon, itt alattunk balra. Ül az első sorban, onnét figyeli játékosai játékát. Drenovác. Shane kapja a személyhibát. És ez a negyedik.
Tavarius Shane első hibája. Oldalról jöhet majd a csapat. Supola masszírozgatja közben, most már vagy két perce a derekát. Látszik, volt egy rossz ütközése. Reméljük, hogy nincs komoly probléma. Scott. Egy pontos dobás, Gáspár Mátyás. Egy három pontos dobás, 23-10. Supola. Durham zárt el. Sitko Marci indul meg. Sajnos hátra dőlt, és onnét nem tudott megfelelőképpen dobni. Így jött a vendégcsapat, Scott. Fölteszi a labdát, ismételt ott, a lepattanó a miénk. Joseph át a másik oldalra, Supola középen érkezik. Durham és egy hatalmasat zsákol. Jovan Durham második zsákolása. Szép játék, és ráadásul egy falt is volt. Úgyhogy ilyet a plusz dobás. Supolát le kell cserélni. No, a derekával van valami. Visszajött Jones. Jovan dobhatja büntetőt, és lecsorog sajnos. Na, 25-10. 7 perc, 10 másodperc van vissza a második negyedből. Mócsán, Tóth távolról, pontosan a büntető vonalról engedt el. 25-12. Joseph. Oldalról jöhetünk, cserélnek a vendégek. Drenovács megy le, és Gams jött be a vendégeknél. Durham. Shane. Szabálytalan zárás. Durham első személy hibája. Tehát támadó falt volt, így nincs büntető, meg van az öt csapat személyünk. Sitko Marci ért bele az átadásba, róla ment ki a labda. Scott révén jöhet a vendégcsapat. Mócsán. Scott. Mócsán. Nagy lendülettel tör be, és Sitko ragyogó szerelése. Ez igen. Tökéletes. Gáspár kapta a labdát, Scott. Még mindig Scott. Tóthot nem tudja megjátszani, el kell, hogy dobjál, is dobta, viszont érkezik. Gáspár időt kér. A soproni kispad, Bors Miklós rendeli magához a fiúkat. Itt most a védekezésre volt egy kis gond. Jovan Durham ült le, és Molnár Marci jött be helyette. Tehát három légiós és két magyar a pályán csapatunkban. Joseph. Shane. Joseph. Shane. Hármas. Mi az, hogy? Csalt nélküli hármas. 28-14. Gams. Mócsán megugrasztotta Shane-t, és utána varázsol egy triplát, majd reklamál, nem tudom miért. De úgy faltot reklamált, azt tudom, hogy miért, csak hogy szó se volt faltról. Jones. Joseph. Joseph.
lépéshibát követett el, Joseph. Ilyet a debreceni csapat. Gáspár. Mócsán. Távoli kísérlet, kiperdülő labda. Hát, lépés gyanús volt, de nem fújtak. Azt Mócsán pedig újabb triplát dob. 28-20, 10 ponton belül. Az ellenfél, ugye, erre mondtam, hogy ezt nem kéne engedni, de ez a két tripla. Ez most sokat lendített a Debrecenen. Csere van. Méghozzá kettős csere. Sétko ment le. És ki lesz a másik, aki lemegy? Valerio Bodon jött be, és bejött. Barnett. Shane kapott egy kis pihenőt. Barnett. Kilökte a pályáról szó szerint. Gáspár Mátyások ezen hatalmasat csodálkozik. Ötödik csapat személyi megvan a debreceni csapatnál. Itt Jordan Barnett dobhat két büntetőt. ...29-20. A másodikat is nagy nyugalommal értékesítjék. És még 10 a különbség, 30-20, 4-45 a félidő végéig. Mócsán jó vásárt csinált vele a Debrecen. Ismét nála a labda, nem tudja bejátszani Taylornak, és már Joseph indul, Scott mellett pedig nem tudja megoldani, viszont Mócsánról megy ki a labda. Kár volt, ért ez ígyszer volt, rosszul tette föl a labdát Joseph. Mócsán folyamatosan reklamál. És elveszik a labdát, tehát a levegőbe Mócsán hozzáért róla, belekapott a labdába, ő ütötte ki. Nem is értem. Trányó Péter jött ide, Farkas Gáborhoz, és meggyőzte, hogy fordítva legyen az ítélet. Joseph lábáról pattant ki oldalra a labda. Scott hozhatja játékba majd. Visszakapja Mócsántól Scott. Visszahúzza. Gáspár teszi tovább, Gams távolról lepattanó labda, Scotthoz kerül Mócsán, tüzel, és nincs kosár. Joseph Jones, Mócsán odaver, hát ez miért nem falt? Ez miért nem falt? A kosár jó. Leszálló ágban ütötték meg a labdát, a kosár érvényes. Jones a pontszerző, 32-20, és kikéri második idejét a vendégek mestere, David Dedek. És akkor még van a szlovákok honosították, hát a szlovák válogatottban is bemutatkozott.
sokat várunk tőle, illetve a szakvezetés is sokat vár tőle. No nézzük, Scott a labdával közben. Mócsán végig a pályán, nem viszi le edzője, hiszen eddig két triplát és egy büntetőt értékesített. Újabb szabálytalanság, Barnett kapta a személyhibát, Drenovács dobhat két büntetőt. Becsorog a labda. Scottnak és Gáspárnak van 3-3 személyhiba a vendégcsapatban. Hát egyik figyelni kell, a második kipattan. Barnett szerezte meg a lepattanót. Cseréhez készülnek a vendégek, Poják. Poják László készül majd belépni. Jones lepattan a labda, húha. Taylortól kapott az arcára egyet. Molnár. Mutatja Krányó Péter, hogy egy könyökös volt. Dedek edző pedig nagyon-nagyon határozottan reklamál. Poják jött be, és Mócsán Bálint ment le. Molnár Márton pedig két büntetőt dobhat. Dedek pedig mondja a magáét. Harminchárom-huszonegy. A második is bent van. 34-21. Négy pontos ezzel Bornál Marci. Szépen megoszlanak csapatunkban a pontok. 7 játékos pontszerző. No nézzük. Poják, ő nagyon jól dob távolról. Taylor belefordult ellenfelébe, de így is be tudta dobni. 210 centis, 110 kiló. A nagy magasság miatt ez a 110 kiló szépen eloszlik rajta. Joseph lefordul, és ügyesen megoldja Scott mellett a feladatot. 10 pontos csapatunk legeredményesebb játékosa. Scott, Taylor, Poják, Scott, kizárja Molnárt, Taylor, így könnyedén jutott a gyűrű közelébe, Scott, és szerezte meg első kosarát. 36-25, 2 perc 20 van vissza az első fél időből. Valerio Bodon, Joseph elől, Scott ütötte el a labdát. Kettős csere, érkezik Durham és Shane, lemegy Joseph és Molnár Marci. Shane, Jones, visszahúzza Poják, nem fújnak a játékvezetők, Shane elsüllyeszte egy triplát. Scott. Renovács. Durham fölött próbálkozott, az oldalát találta el az élét a palánknak. Fölteszik a labdát Valerio Bodonnak. A zsákolása nem sikerül, közben mit láttak? Szabálytalanságot. 12-es. Tehát Scott volt szabálytalan. Vagy nem. Scott, igen, jól láttam akkor. A negyedik személyhibája. Ő csodálkozik, hogy miért, lehet, hogy más kapja. Visszanézik gyorsan, hogy valóban ő volt-e az. Egyelőre ott van a kis jelzés a neve mellett, és ott négy van. Szép lett volna, hogyha Vincent be tudja húzni a gyűrűbe.
így viszont jöhet két büntető. Hogy azt nézték, hogy kinek kell dobni. Scott megy, de Scott kapta, hát ő volt a szabálytalan. És megint csak tanácskoznak. Nem használ a játékosoknak, meg a játéknak ez a sok állás. Az a kérdés, hogy ki dobjon. Na, végül csak eldőlt, hogy Durhamnak kell dobni. És ez is bent van. 41-25. Drenovác, Poják. Érződik rajta, hogy szeretne már egy hármast elengedni. Drenovác, vagy lendülettel végig, falttal együtt. Jó a kosár, nagy lendülettel érkezett a kezét találta el Durham. -27 és jött a plusz dobás. Gyorgy Drenovác erőssége volt a tavaly idényben. A Debrecennek nem véletlenül tartották meg. Ugye a Soproni csapatba Montgomery-t és Fordot szerette volna megtartani. A vezetés, tehát Ford az Alba-Fehérvárhoz ment, Montgomery pedig, ha jól tudom, Kínában pattogtatja a labdát. 41-28, Jones. Támadó faltot foly. Frányó Péter. Durham harmadik személy hibája. Molnár jött beljette. Egy perc, 12 másodperc van még a második negyedből. Gumps csúszik egyet, így eladja a labdát. Jones, Barnett nagyon ügyesen, szépen megoldja, nem cifrázzák túl. Egy sima, egyszerű dobással. Drenovác, 43-28. Poják elüti a labdát, Barnett viszont visszakerül Polyákhoz. Ő meg átdobja a Győri fölött. Shane elvállalja, óha, ott megpiszkálták a kezét, érzésem szerint. Gumps, ő is vállalkozik, és ő pontosan dob. A kosár jó. És egy debreceni kap személyi hibát. Méghozzá Taylor, akinek harmadik hibája. Így dobhat majd Valerio Bodon. Gyorsan eligazítást tart. Dedek edző oda hívja magához az övéit. Na nézzük. Nagyon szépen dob Valerio Bodon. Megvan az első kosara neki, és az első pontja.
Dance. Ügyes betörés, és bepiszkálja Taylor. Az utolsó másodpercben a labdát. Így 44-32-vel zárul az első félidő. 12 pontos az előny, nem rossz. Itt egy eredménye, tehát a második negyedben azért már jóval több kosár esett. A soproni csapat kezdheti a második félidőt, és a csapatunkban Jones, Takács, óha, ez egy rossz átadás volt, Renovács hatalmas léptékkel indul meg, és megszerzi az első kosarat itt a harmadik negyedben, kár volt érte. Tehát Jones, Barnett, Molnár, Takács, és Shane a pályán. Molnár, Jones dobni kell, tovább teszi Molnárnak, és az utolsó másodpercben Tóth Marci bejti a gyűrűben labdát. No, 46-34. Gams, Mócsán, Renovács, fordul és horog lesz belőle, rövid a horog, a labda pedig Takié. Jones, Mócsán majdnem megszerzi a labdát, tovább tudja Jones tenni, Barnett elvállalja, ez így rövid lesz, nagyon szorongatott helyzetben volt. Prax Péter megy oda, de az edzőhöz nyilván oka van, hogy miért figyelmezteti. Alapvonal mögül jöhet a debreceni csapat. Gams, Renovács, Tóth, Mócsán, nagyon mozgékony, nehéz őt tartani, szépen teszi tovább, Garamvölgyi próbálkozott, ő játszik 20 számmal, szép, ez az, nem kell zsákolni, Shane szépen zicserre teszi, palánkra teszi, így van, ez az okos játék, nem kockáztatni, egyszerű kosarakkal szépen. Mi azért kell látványosság is, nem mondom. Egy jól esik a szurkolóknak. 48-34. Mócsán. Gams. Tóth. Gams. Fölugrik a levegőbe, és már kint van, igen. Fölugrott a levegőbe, de még nem tudta, hogy kinek passzol. Utána még nem volt kinek passzolni. Eldobta ugyan a labdát, de az elhagyta a játékteret. Na, újabb lehetőség a soproni csapat előtt. Shane. Jones érkezik Mócsán szorításában, nagyon keményen védekezik rajta Mócsán. Egy távoli dobás, Shane bevarázsol egy triplát. 51-34. Tóth. Renovács. Lecsorgó labda. Garamvölgyiről megy ki. Ugye Garamvölgyi a oroszlányi csapatból, szintén új szerzeménye a debrecenieknek, és már nincs is a pályán. Polyák jött be helyette. Jones, ott van Takács. Molnár, Jones, egy tempó, biztos kézzel. 53-34. 29 pontos az előny.
jól indul, annak ellenére, hogy mi kaptuk az első kosarat a harmadik negyedben, a folytatás az már a soproni csapaté volt. Gamsz, Poják, Tóth, hát a másik oldalra, Drenovács, egyből emelkedik, dob, lepattanó, Tóthé, ügyesen eltartotta ott. No, kemény harc, no, nézzük. És hát a miénk, kim volt már a labda, hát mi? Faltot ítéltek. Na, lesz videózás, kíváncsi leszek rá. Nem, Frányó Péter lökés miatt személyhibát ítélt Jordan Barnettnek, igen. Ingatja a fejét Barnett, de nincs mit tenni, jöhet a Debrecen. Támadó falc, jöhet a Sopron. De Tavarius Shane volt az utolsó, aki jött a csapathoz. A Göcsej kupán ő nem játszott, ugyan már itt volt, de megnézte a mérkőzést. Közben lemegy Mócsán is, bejön Scott helyette. Tehát szintén amerikai, svéd, bosnyák, lengyel bajnokságban játszott. Svédországból érkezett, ott játszott legutoljára. Erik Ajala helyét tölti be. Ajé Marci, ezt pedig illet volna bedobni. Tehát kimaradó helyzet, marad az 53-34, most már jó régóta. Tóth még megmentette a labdát. De ő is kihagyja, egyik oldalon Molnár Marci, másik oldalon Tóth Ádám. Na nézzük, Jones hogy dönt, úgyhogy elvállal egy triplát, és ha már elvállalta, akkor megindulja. Ez igen, 56-34, átléptük a 20-as határt, 22 ponttal vezet, 105 kiló Jovan Durham. Előző szezonja, ez volt az első európai szezonja, Litvániában volt, 10,8 pont. 5 lepattanó, 1,9 blokk, az átlaga nem rossz. Reméljük ennél azért többet is tud itt nálunk. Ez viszont egy szép akció, egy beívelt labdát húzott a gyűrűbe Taylor, hogy legyen valami örömem a debrecenieknek is. 56-36. Jones. Dams ügyködik rajta, szépen tovább megy Takinak a labda. Taki is beemel, első kísérletéből lett triplát. Bravo! 59-36. Drenovács, Scott. Taylor jön elzárni. Poják, az ő labdája lejön, Jones megszerzi. Nagy a harc érte. Nem tudta megszerezni Jones, róla pattant ki a labda. Csere van a vendégeknél, nézzük, ki megy le, Poják megy le, Mócsán jön be, Mócsát igyekszik minél tovább a pályán tartani, Dedek edző, mindig kap egy kis pihenőt, de nagyon gyorsan küldi vissza edzője a pályára. De még mindig csak 7 pontnál tart, dobott 2 triplát, gyors egymás utánban, majd közel egymás után, meg egy büntetőt, azóta viszont sikertelen kísérletei vannak, voltak. Scott Mócsán tovább teszi a labdát, Barnett pedig ügyesen előti, Taylor elől csúszik a pálya, úgy látszik, van egy kis pára lecsapódás. Barnett, Takács a másik oldalról, onnét is bevág egy triplát. Megköszöni Barnettnek a paszt, az asszisztot. 62-36. Scott. Indulna Taylor, de nem ő kapja, hanem Gams. A labdát viszont megszerzi Durham, akiről az imént beszéltem.
A túlsó oldalon a vendégszektorban vannak ifjú debreceni kosarasok és szurkolók is, mert nem SKC-znak, nem szurkolnak, hanem csendben figyelik a mérkőzést. Egy szabálytalanság, közben csere van. Jones megy le, ő volt a szabálytalan. Második csapat személyi, és oldalról jöhet a debreceni csapat. Jones helyett Joseph a pályán. Valami problémája van Jonesnak, mert az erőléti edzővel beszélget. Scott bűveli a labdát. Nincs visszajátszás. Gumps, tempo, ragyogó szerelés. Shane, fantasztikus volt. Joseph, ez is szép szerelés Taylortól. Renovács rálép a vonalra. Bizony. Teljes talpal rajta volt az oldalvonalon. Joseph kezében a labda. Shane. Takács. Barnett. Ej, akartam mondani, hogy ez is bent van, de nem lett bent. Scott. Scott fölteszi a kezét, hogy nem tiltakozik. Ott állt Praks Péter, egyből mutatta, hogy a soproni csapat jön. Durham. Shane. Takács. Shane. Joseph. Shane nagyon messziről. Ez most nem jött be. Mócsán révén jöhet az ellenfél. Nagy lendülettel hozta föl Mócsán a labdát. Scott. Drenovács. Ezt próbálja egyedül megoldani, azt hiszem. Nem, tovább teszi Mócsán, három pontos, rövid, a kipattanó pedig Giuseppe. Visszakapja Giuseppe, Takács, át a másik oldalra, Giuseppe. Ho-ho! Hát itt mindenki dob triplát. 65-36. Drenovács, Taylor, Scott, Drenovács, büntető vonalról, becsorog a labda, nem csorog be, Taki a lepattanó, csak nyugodtan fiú. Joseph már mutatja, hogy mi lesz a figura, a szurkolók tapsolnak, Shane, Joseph. Nézzük, mi lesz belőle. Shane kérni a labdát, de nem kapja. Lassan dobni kell. Joseph elvállalja. Nem sok kellett volna hozzá. Az erő megvan bennük, hogy olyan messziről is elérje a labda a gyűrűt. Ezúttal nem ment be. Gumps. Joseph nagyon szépen szerelt hátulról. Aztán egy tiszta zisszer. 15 pontos, 13 pontos Tavarius Shane, 11 pontos André Jones, Joseph volt szabálytalan, első hibája. Közben cserélünk, Taki helyett érkezik Valerio Bodon, nagy tapsot kap. Takás Norbert két triplát sülyeztett el a vendégek gyűrűjében. Scott, Mócsán, Taylor, Barnettet tolja be. Kivarad a helyzet, Valerio Bodon szerzi meg a lepattanót, nagyszerűen. Barnett, Shane, ho-ho, újabb tripla. Kérem szépen. Én úgy gondolom, hogy légiósaink igazolni akarják
És akkor jöhet a Debrecen, egész pályára jön ki a soproni csapat. Molcsán teszi tovább, Lenovác, aztán vissza is értek védekezni, úgyhogy felállt védelem ellen kell folytatni a debrecenieknek. Lenovác, szép akció volt. 70-40, bocsánat, 38, 70-38. Molcsán volt szabálytalan, első hibája. És második a csapatnak. Szerintem, na nézzük, Scottot biztos, hogy leviszik, négy személy hibája van. Sőt, hárman mennek le, Molcsán is lemegy. Meg Drenovác. Legfontosabb embereket leütetik erre a 4,4 másodpercre, nehogy valaki fajtoljon közülük. Na nézzük! Shane! Falt volt. Oda hívja Farkas Gábort magához. Braks Péter. A szabálytalankodó Balázsi Soma volt, viszont nincs még dobás. 0,5 tized. Na, elárultuk a trükköt, hogy mi lesz. Eldobja gyorsan Barnett. Sok esély nem volt rá. 70-38. Hát ez egy kiváló eredmény, úgy gondolom. 10 perccel a befejezés előtt, egy negyeddel a vége előtt. Molnár és Sitku a soproni csapatban. Scott, Poják, Tóth, Molcsán. Lepattanó, igen, megszereztük? Igen, Tóthról ment ki. Tehát Mócsár, ott tartottam, Poják, Gáspár. És azt hiszem, mindenkit mondtam. Meg tudta előzni Mócsán Molnárt. A túlsó oldalon várja Poják a labdát, viszont ez egy tripla volt, méghozzá Scott engedte el, hát elég régen dobtak triplát, 70-41. Joseph, Shane, Molnár, ajjajjaj, Marci, nem szabad ilyen átadásokat csinálni. Járassuk körbe a labdát, ez kockázatos. Szerintem Jones is ezt magyarázta meg, vagy magyarázta el a többieknek. Gyorsan összehívta a kupak tanácsot, mire visszahúzták a labdát a játékvezetők. Joseph, Takács, bocsánat, Sitko, lepattanó labda, miénk, úgy van, elengedi Joseph, ez is lepattanó, Scott szerzi meg. Tóth akadályozta egy kicsit, hogy gyorsan felhozza a labdát, Scott cserezget, elvállalja, ott van Tóth, nem az övé a lepattanó. Joseph megszerzi, mi az, hogy megszerzi? Elragadja Scott elől. Jones. Keményebben védekezik most a debreceni csapat. Nem oda pattant a labda a palánkról, ahova kellett volna. Poják. Végig viszi, tovább teszi Molcsánnak. Molcsán lepattanó, többen is ugranak érte. Gáspár szerezte meg. Visszakapja. Jones szerezte meg. Shane. Scott nem mert szabálytalankodni, hiszen akkor kiszállt volna a játékból. Scottnál a labda. Viszi, végig, csúszkál, esik el. Poják. Jones.
Nagyszerű szerelés Marcitól. Jones, Sitko, Joseph, újabb próbálkozás, ezúttal betalál. Ez az, 18 pontos, ő is ugyanúgy, mint Shane. Mind a ketten 18 pontosak. Joseph, Shane, Jones, Molnár és Sitko, tehát ugyanaz az ötös nálunk, de az ellenfélnél is. Scott. Drenovác, Mócsán, egyből távolról, rövid az a dobás. Sitko, na nézzük, nem tudta megszerezni, Drenovác. Bele tudunk nyúlni. Mit látott? Hát a labdát ütött el. Hát a labdát ütött el Molnár. Labda útjába ütött bele Marci. Hát, hogy előtte történt-e valami, azt nem tudom, de nem láttam, de egyértelmű volt, hogy a labdát ütött el. Becsorog a labda. Molnárnak egyébként ez a második faltja. Scott volt a pontszerző, 7 pontnál tart. Nincs még debreceni játékos, aki elérte volna a 10 pontot. Joseph. Sitko, ő is elvállal egy távolit. Hát, kérem szépen, Sitko Marci is bedobta. A második triplája, 6 pontos. Mócsán. Poják. Nincs kosár. Sitkuje a lepattanó. Nem is mennek már a lepattanóra a vendégek. Joseph. Hát a másik oldalra Poják bele tud nyúlni. Kicsit magasabban kellett volna. A célpont az Shane volt. Csere van, jön Barnett és jön Takács. Nagy taps közepette. Lemegy Shane. És lemegy Sitko Márton. 6 perc, 12 másodperc van vissza a mérkőzésből. Raksi játékvezető megmutatja pontosan, honnét hozza játékba a labdát. Joseph Jones kérte el. Nézi, hogy kinek tudna passzolni. Molnár elengedi. A gyűrűtő vére megy a dobás. Mócsán távolról vállalkozik, bedobja. Most már inkább ezeket a megoldásokat választják a vendégek. 78-46. Jones kiüti a kezéből a labdát, Scott. Na nézzük, Takács. Ez az tovább, még van idő, Barnett. Joseph elvállalja nagyon-nagyon messziről, palánkost akar dobni, nem jött össze. Scott Mócsán újabb távoli dobás, ez nem jön be. Gyorsan eldobja magát. Frányó játékvezető sípol. Mócsán dobhat hármat. Közben itt Kostas kihasználta, hogy közvetlen közelébe állt meg. Jones adott neki néhány instrukciót. Na nézzük. Mócsán Bálint a büntető vonal mögött. Rövid. 10 pontos egyébként Mócsán. Az iminti triplával érte el a 10 pontot, és most átlépheti, ha betalál. Megvan a 11. pontja. Ő a legeredményesebb játékosa a vendégcsapatnak. Az Aegis Körmentől, ha nem mondta volna, az Aegis Körmentől érkezett a Debrecenhez. Shane. Jones. Shane. Lassan dobni kell. Jones.
kicsit közelebb megy egy tempó, kiperdül a gyűrűből, nem mentünk lepotonért, most mi sem, azonnal futott vissza Molnár Marci is védekezni. Stott, viszi, Taylor, Renovac, Mócsán, Drenovács távolról, kipattanó labda, Taylornak nem nehéz megszerezni, viszont kiüti a kezéből. Shane, meglepődött Taylor. Jones, Shane, Honné. Hát a 8 méterről. 81-48. Becsordul be egy betörés után. Szép pontot szerez Balázsi Soma. Jones Scottot táncoltatja, tovább teszi Molnárnak, és beesik a labda. Nem fújnak faltot, ezt reklamálja Molnár Marci. Szép zsákolás volt. 83-50. Scott. Lepattanó labda. Takács gyűjti be. Szépen megvárja, hogy elmenjenek mellőle a debreceni játékosok. Jones pedig szervezheti ezúttal a játékot. Pacsizdakot közbe szépen Scott-tal. Telik, múlik az idő, megint ott van Molnár, megcsinálja a helyet, mindenki arra számít, hogy ő kapja a labdát. Jones pedig begyalogol a palánkhoz, és 13 pontos már. 85-50. Balázsi, Scott, Mócsán, újabb tripla. Tizenöt pontos, 85-53. 2 perc, 25 másodperc van vissza a találkozóból. Shane kérte volna a labdát, közben elcsúszott mellette Mócsán. Egy áthúzott labda a Takinak. Aki dob, és bedobja a harmadik kísérletét is, amely nem egy. Ez is egy tripla. Hát nem számoltam, hány triplánk van, de hogy szerintem a 10 megvan, az biztos. Mócsán, 88-53. Drenovács. Scott. Drenovács. Mérgesen dobta el a labdát. Minden mérgét beleadta. 88-56. Csere van nálunk. Molnár ment le, Takács ment le. És Jones is lement. Pályán Durham, Barnett, Csendes és Valerio Bodon. Shane kapta a labdát. Balázsi alkalmatlankodik ott előtte, aztán Drenovács is odalép, Valerio Bodon tovább teszi, és egy kemény zsákolás. Jovan Durham. Lemaradtál a zsákolásra. Drenovács. Egy szabálytalanság, ez valóban az volt. De még csak a harmadik csapat személy, viszont két büntető lesz. Barnett helyett érkezett Sitko Márton. Másik oldalon is csere, Mócsán leül, és érkezik hetessel Neuwirth Bence. Ő még nem volt a pályán. 1 perc, 21 másodperccel a vége előtt. György Drenovács dobhat a büntetőket.
12. pontja. Másodikként átlépte ő is a 10 pontot. Ez is bent van. 90-58. 32 pont az előny. Csendes. Sitko. Shane. Elvállalja, rövid lesz. Durant nem tudta megszerezni a lepattanót, előtte álltak. Nyvilt. Jó, bocsánat, Kenéz. Ő is pályára lépett. Fiatal játékos, Drenovác. És kivarad, de Taylor megszerzés, bevarázsolja. Befújnak egy faltot. ...90-60... ...45 másodperc a hátra lévő idő, és Zugmára szép volt, fiúk. Valóban szép volt. Csak így tovább. Kemény mérkőzés vár a csapatra, idegenben Szolnokhoz látogatnak a fiúk, de bízunk bennük. Ha hasonlóképpen játszanak, akkor úgy gondolom, hogy lehet esélyünk. Bár Szolnokon mindig nehéz mérkőzéseket vív csapatunk. Na nézzük! Jimmy Taylor! Kijön a labda. Marad a 90-60, és nekünk még van esélyünk arra, hogy pontokat szerezünk. Csendes! Neki kellene egy kosarat dobni, át a másik oldalra, Valérió Bodon. Elvállalja a triplát, a lepattalót. Gyerünk, Durhan, megszerezni, nem szerezte meg. Tayloré mondjuk nagyon magas, mezőny legmagasabb játékosa. Taylor. Él a magasságával Taylor. 90-62. És lepereg a mérkőzés. Már nem támadnak a fiúk. Vége. 90-62. Hát kedves televízió nézők, én úgy gondolom, hogy bemelegítésnek, ráhangolódásnak a bajnokságra kiváló volt ez a mérkőzés. Az igazolt játékosaink, újonnan igazolt játékosaink bizonyították ezen a meccsen, és remélem így tesznek a következőkön is, hogy érdemes volt őket leigazolni, de ez még csak egy mérkőzés.